Üdvözlök mindenkit, Nádori Gergely vagyok, és természetismeretet tanítok az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban. Amiről most beszélni szeretnék, az a Wolfram Language nevű programnyelv. Nagyon sok mindent szeretnék előre bocsájtani, az egyik az az, hogy én egy egyszerű biológus vagyok, tehát soha nem tanultam programozni, nem is szándékszom programozóvá válni. Nem vagyok informatika tanár, nem is szándékszom informatika tanár lenni, és így tovább, hanem azért szeretném ezt megmutatni, mert hogy szerintem egy nagyon érdekesen és jól használható programnyelv, amit nagyon sok tantárgyban is fel lehet használni, tehát nem csak az informatika oktatásban, hanem nagyon sok tanár felhasználhatja a maga tantárgyában, és nagyon sok diák is felhasználhatja a maga munkájában. Én magam pár hete ismerkedem vele, és azt szeretném megmutatni, hogy ilyen alapindulásként mi mindent lehet vele megcsinálni. És akkor már jön is a kép a Tehát így néz ki ennek a Wolfram nyelvnek az oldala, hogyha az ember felmegy rá, a wolfram.com/language oldalon lehet megtalálni. A Wolframról néhány szóban a történetéről talán annyit, hogy ennek a cégnek az alapítója a Stephen Wolfram, aki maga elméleti fizikusként kezdte a pályáját, a Feynman-nál írta a doktori disszertációját, de aztán később a programozás felé fordult, és azt kezdte el érdekelni jobban, és az első nagy program, amit létrehozott, az a Matematika nevű program volt. Ez egy olyan program, amivel matematikai számítások végezhetőek el könnyen. A matematikának a nyelvéből nőtte ki magát a Wolfram saját programnyelve. De még mielőtt a Wolfram nyelv megjelent volna, azelőtt megjelent a saját kereső motorja is, a Wolfram Alpha nevezetű, amelyiknek az egyik nagy érdekessége, hogy a nagy kereső motor háborúban továbbra is életben tudott maradni, és mind a mai napig sokan használják. Ennek az oka az az, hogy a Wolfram Alpha mögött egy kifejezetten jól működő mesterséges intelligencia dolgozik, és nem csak megkeresi azt, amit beírtunk, hanem kitalálja, hogy mire gondoltunk, és erre ad különböző változatokat és válaszokat. Néhány éve jelent meg a Wolfram nyelv, amelyik egy programozási nyelv, és a segítségével fel tudjuk használni mindezeket a korábbi dolgokat, tehát elérhetjük mindazt, amit a matematika szoftver is tud és tudhat, és elérhetjük a Wolfram Alpha mögött meghúzódó neurális hálót. Ami a legjobb, hogy ingyen is neki lehet állni, használni. Tehát van egy ingyenes webes lehetőség. Az néha picit lassabb, meg néha nem a legtökéletesebben működik, vagy elfogynak az embernek a erőforrásai, de azért azokhoz az alapokhoz, amikkel mi itt játszogatunk, azokhoz bőven elegendő. Ahhoz, hogy az ember elkezdjen vele próbálkozni, meg barátkozni, ahhoz bőven elegendő. Itt ezen a nyitó oldalon, tehát ide kattintva lehet elkezdeni programozni. Ami még érdekes, itt a teljes dokumentációt lehet megtalálni, itt pedig egy elég jó bevezetőt. Itt egy külön könyvben van egy remek ilyen gyors talpaló ahhoz, hogy mit meg hogyan használhat az ember. Azt javaslom mindenkinek, mert érdemes
használni. Én most a desktop változatot fogom megmutatni. Így néz ki az induló képernyő, és hogyha azt mondom, hogy kezdjünk egy új ilyen jegyzetfüzetet, itt jegyzetfüzeteknek hívják azt, amit az ember használ, akkor ide kerültünk, és mondjuk a legelső dolog, amit beírok, az így néz ki, 2 meg 2. A Stanislav Lemnél is az első kérdés, amit feltesznek a számítógépnek, ami elkészül. És hogyha egy egyszerű Enter-t ütök, az csak azt jelenti, hogy folytatom a programot tovább, azonban ha Shift-Enter-t ütök, az azt jelenti, hogy ez a bemenet, tessék ebben valamit kezdeni, és akkor már is azt kapom, hogy a bemenet az az, hogy ennek az eredménye az 4. Tehát értelmezve van az, amit én beírok. Hogyha mondjuk valami ilyesmit írok be, akkor ja nem, elhotottam, ezt másképp kellene. Mindegy, maradjunk ennyinél, hogy akkor ezt itt összeadtuk és láttuk. A következő olyan dolog, amivel kezdünk valamit, azok a listák lesznek. A listák azok alapjai nagyjából a Wolfram nyelvnek. Tehát például csinálhatok egy listát, mondjuk, ide most 3 színt fogok rakni. És látjuk, hogy ki is jön rögtön, hogy a red azt értelmezzük úgy, mint a vörös színt, és azt mondom, hogy igen, meg a kék szín legyen a következő, meg mondjuk a sárga. És hogyha azt mondom, hogy ez a listánk pillanat. Egyszerűen csak a piros szint, akkor ezt kaptam meg. Hogyha azt mondom neki, hogy keverjen össze pirosat, meg kéket, ez egy lista, amit össze kell keverni. Akkor ilyen szép lila lesz az eredmény. De itt ami ebből a szempontból érdekes, hogy úgynevezett szimbolikus nyelvről van szó. Tehát, hogy amikor beírom azt, hogy piros, akkor az a piros színként van valóban értelmezve, és ezért lehet keverni össze-vissza. Ahogy mondtam, van mögötte egy neurális hálózat, tehát azt tudom használni egy csomó mindenre. Például, hogyha azt mondom, Ctrl-Shift egyenlővel, azt mondom, hogy ez valami olyan, amit értelmezni kellene, és azt mondom neki, hogy tehén, és ezt legyen olyan kedves értelmezni, akkor azt mondja, hogy akkor ez egy faj, amire gondolok, és akkor mondhatom neki, hogy igen, ezt én elfogadtam, egy faj, amire gondolok, de hogyha azt mondom itt, hogy egy tehén képe az, amit szeretném, hogy értelmezzen, akkor
már rögtön így értelmeződik ez, és hogyha én ezt elfogadom, megnézzük, hogy mi lesz a végeredmény, akkor itt van egy tehén képe, amit látható. Például, hogyha ennek a képnek azt mondom, hogy ezt keverje össze a pirossal, a tehén képét, akkor pedig ezt fogom kapni. Ugye, ahogy lehetett látni, elég sok féle előre megírt eljárás függvény van, amit használni lehet, hogy mennyi az itt a dokumentációban látszik a legjobban. Nagyon sokféle van, amik akár egyes tudományágakhoz kötődnek, tehát én például a élettudományokhoz genom adatokat, fehérje adatokat lehet megtalálni, a emberi növekedési adatokat, de hogyha a kulturális adatok közé megyünk, akkor itt találunk bőven adatokat filmekről, vagy hanglemezekről, és így tovább, történelmi helyekről, stb. 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 Tehát, hogy elég sok mindent találhatunk. Ahelyett, hogy itt most egyenként egy-egy tulajdonságát mutatnám meg magának a nyelvnek, szeretnék néhány példát megmutatni, amiket én itt előre előkészítettem, hát ha abból jobban látható lesz, hogy mi mindenre is lehet használni. És először a matematikább dolgokat mutatnám meg, mert hát talán az könnyebben érezhető, hogy matematikára hogyan lehet használni a Wolframot, és aztán majd más tantárgyak irányába is elmegyünk. Na, várjuk, hogy nyissa meg. Megnézem, hogy vannak-e kérdések. Na, itt például az első dolog az az ábrázolás, tehát mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy ábrázoljon egy függvényt három dimenzióban. Ugye itt például három dimenzióban ábrázolja az x négyzet mínusz y köb függvényt, úgyhogy az x mínusz 10 és 10 között változik, az y az pedig mínusz 10 és 10 között változik, akkor íme itt az eredmény, és egy olyan 3D képet kapok, amit forgathatok, és nézhetek, ahogy szeretnék. Hogy aztán itt igazán bonyolult dolgokat is lehet akár 3D-ben ábrázolni, ez ugye a tangens y négyzet mínusz x köb plusz x mínusz fél függvény ábrázolva, ami egy ilyen felület három dimenzióban. És hogyha bármikor változtatok rajta, például az x köböt x négyzetre cserélem, akkor némi számolgatás után láthatóan változik maga a függvény képe is. De ez a ez elég
gyorsan működik, és elég ügyesen működik, sokkal jobban, mint más programoknál. Ugye a 3D-s aztán igazán ritka, de természetesen tudok két dimenzióban is ábrázolni bármit, amihez kedvem. A következő, amit mutatnék, az még mindig talán a matematikához van a legközelebb. De itt mit csináltam? Először definiáltam egy olyan listát, egy olyan sorozatot, amelyik ebből a négy színből áll, és utána pedig azt mondtam neki, hogy készítsen egy olyan grafikát, aminek a színe az az A-dik elem. Igazából először meg magában, csak azt mondom, hogy csináljunk egy grafikát, amelyik piros, és egy korong van rajta, a 0-0 pontnál 10-es nagyságú korong, akkor ezt fogom itt látni. Ugye itt van a színsor nevű sorozatom, ami ebből a négyből áll. Tudok a színsor nevű sorozatnak az egyik elemére hivatkozni. Tehát, hogyha például azt mondom, hogy mi a színsornak a második eleme, igen, először is ezt így gyorsan lefuttatjuk újra. Már legyen ilyenünk, és akkor ha ezt lefuttatjuk újra, akkor már tudja, hogy ez a kéket jelenti. Tehát ezzel a két szögletes zárójellel jelenti azt, hogy egy listának a második elemére hivatkozom. Tehát azt mondom, hogy a színsor második eleme, ami itt láthatóan a kék. És utána most azt mondom, hogy egy valami manipulálható dolgot készítsünk, amelyik egy grafika, a színe az a színsor A-dik eleme, egy korong, ami a 0-0-nál van 10 nagyságú, és mit lehet rajta változtatni? Az A-t lehet rajta változtatni, az A alapértéke az legyen 1, a neve az legyen az, hogy szín, és 1-től 4-ig lehessen változtatni, és egyenként, tehát hogy egész számonként menjünk végig rajta. És most itt megjelent fent egy csúszka, és hogyha én ezt elmozgatom, akkor most mentem a 2-re, most lett kék, a 3-ra most lett sárga, a 4-re most lett zöld. Ezeket, amiket az ember így elkészít, ezt aztán azonnal egy újabb utasítással, a Cloud Deploy-lal akár a weben publikálni is lehet, és lesz egy link, amin keresztül elérhető mások számára. Most itt még tovább van egy picit bővítve a dolog, mert hogy itt mit mondtam? Azt mondtam, hogy ezt megint manipulálni akarjuk, de először is csinálunk egy négyzetet, amelyik a -10-től 10-ig tart,
a színsornak az ádik elemét fogjuk használni, és a korongunk az pedig B sugarú legyen. Az A az alapvetően egyes, tehát a pirosról indítunk. A neve az, hogy szín, 1-től 4-ig tud változni egyenként. A B az alapvetően ötös, a neve az az, hogy méret, és 0 és 10 között tud változni, de nincs megadva, hogy milyen lépésekben, tehát folyamatosan. De a szín az ugyanazt tudja csinálni, amit eddig láttunk, ám de a méretet az így dinamikusan lehet változtatni. Ha egy pillanatra visszamegyünk az előző dologhoz, ahol kirajzoltunk egy olyan függvényt, várjuk meg, amíg megnyitja. A függvényt, amit kirajzoltunk 3D-ben, reményeim szerint van. Mi van akkor, hogyha ennek most azt mondom, hogy itt ezt az A-dikra emelje, és azt mondom neki, hogy ezt pedig manipulálni akarom. Méghozzá az át és 0 és 5 között. Akkor kapok egy ilyen változtatható függvényt. Tehát, hogy nagyon könnyű, azt gondolom, hogy sokféle matematikai problémát könnyen értelmezhetővé, kezelhetővé tenni és ábrázolni. De ez volt csak néhány ilyen alap lehetőség, mondjuk a matek kapcsán. De most nézzük meg, hogy mi mindenre lehet még használni. A következő az a kémia lesz, amit szeretnék megmutatni. És tényleg azt gondolom, hogy itt az a cél, hogy felvillantsam azt, hogy viszonylag egyszerűen nagyon-nagyon sok mindent meg lehet ebben csinálni. Tehát, hogy én is ezekre tényleg ilyen autodidakta módon jöttem rá. Na. Tehát keresem, hogy melyik volt itt végül is a jó megoldás, amit megtaláltam, itt volt ez. Ugye én itt mit csináltam? Egy táblát, vagy táblázatot akarok csinálni. A táblázat az egy picit olyan, mint a
ciklus, tehát hogy valamit változtathatok valameddig, és hát mi az, amit használok? A stílus, valaminek a stílusát szeretném megadni, és azt mondja, hogy a elem adat a z-edik elemnek, és itt a periódusos rendszer elemeiről van szó, vegyük a rövidítését, tehát a vegyjelét, és ennek a stílusa hogyan változzon? Hát abban az esetben, hogyha ez szám az elektronegativitás, akkor a nagysága az legyen az elektronegativitás szor 20. Ha nem szám, akkor legyen 0. És menjünk végig az első 100 elemen. Tehát a z-t változtassuk 1-től 100-ig. Mi történik ekkor? Veszi az első elemet, megnézi az elektronegativitását, ugye az 2,1, akkor ez egy szám, igen, ez egy szám, remek. Akkor a nagysága az legyen 2,1 × 20, puf, ekkora a H. Veszi a következő elemet, a hélium. Hélium, van elektronegativitása? Nincs, mert ott azt szerepel, hogy nem értelmezett az elektronegativitás, akkor állítsa nullára. Üff, ez itt van, nulla. Jó. Veszi a következőt, lítium, és így tovább, és akkor itt elég szépen lehet látni, hogy, hogy így szerepelnek az elemek, és a nagyságuk az az elektronegativitásnak felel meg, és szerintem viszonylag látványosan kirajzolódnak a trendek, amik láthatóak a periódusos rendszerben. Úgyhogy például ilyeneket is lehet gond nélkül csinálni, és hogyha akarom, és molekuláris tömeget szeretnék használni a ehelyett, akkor csak át kell írnom az elektronegativitást a megfelelő adatra, vagy bármi egyébre, tehát amire éppen szükségem van. Tehát, hogy ilyeneket is könnyedén lehet ábrázolni, de hát ne felejtsük el azt, ahogy mondtam, hogy például, ha azt mondom neki, hogy metán, és hogy annak a szerkezetére vagyok kíváncsi, hogy ezt hogyan értelmezi. Akkor már is kaptam egy ilyen szerkezeti diagramot a metánról, egy strukturális diagramot. Tehát, hogy nagyon gyorsan érhető el minden, és használható, és ezekkel is gond nélkül lehet aztán tovább dolgozni. No, lássunk egy következő példát, amelyik egy másik tantárgyat érint. Például most egy kicsit földrajzolunk. Itt van egy földrajz jegyzetfüzet. Már lehet, hogy annyira javas leszek, hogy elkezdek megnyitni továbbiakat is.
hát ha akkor majd kevesebb kell várnunk. De most éppen egy kicsit sokat várunk mindenre. Hú, Európodászló, hogy azért ennyire nem voltak. Jó. Próbáljuk újra. Miért nehezen férünk hozzá a levőkhöz? Addig is, amíg ezeket nehezen férünk hozzá, addig is azt azért szívesen megmutatom, hogy nagyon-nagyon sok már előre meglevő dolog közül is válogathatunk, amiket megnézhetünk, hogy hogyan működnek. Ha ide kattint az ember, nem az egészet. Na nézzük, ha most változnak hajlandó lesz a gyors. Vagy már soha többet nem. De? Mivel az Európa zászlóival akár próbálkozunk. Egy pillanat megpróbálok némi rendet rakni, egy másodperc is. Egy rövid pillanat. Lehet, hogy Gergő, itt hallasz közel a engem? Időnként eltűnik a hangod, nem tudom, hogy esetleg elhajolsz a mikrofontól, de amikor igen, képet váltasz, teljesen. vagy a felületet magyarázod, akkor elég gyakran halk vagy. Tudsz ezen picit javítani? Szuper, tök jó, köszönöm szépen. Persze, megpróbálok itt teljes mértékben belebeszélni. Ez így jobb? Jó, na és akkor most megpróbálom visszahozni szegény Wolframot. És megnyitni valamit, hát hogyha akkor jobban működik.
És akkor Európa zászlóit azt hiszem most hagyjuk egy pillanatra, és helyette valami mást nézünk. Nézzük meg, hogy ez megnyílik-e. Ez már részben, ha minden jól megy, akkor történelem is lesz, meg földrajz is valamennyire. Nincs kép, én tüntettem el a képet, amíg itt próbáltam újraindítani mindent, de már mutatom is újra a képet. Annyira nem. Na, ez megjött, szuper. Ugye itt mi látszik, ez egy elég érdekes dolog, amit itt magam csináltam. Ugye az első utasítás, amit itt lehet látni, ez a Geolist Plot nevű, amelyik azt jelenti, hogy rakja pöttyként Európa térképé, vagy rakja pöttyként a térképre azt, amit mondok neki. És mit mondok neki? Először is azt mondom neki, hogy értelmezze városként micsodát. És most megint a Wikipédiáról töltse le az első világháború nevű szócikket. Azt a szócikket, azt nézze meg, hogy mi az, amit abban városnak értelmez, és ezeket a városokat rakja fel Európa térképére. Ugye itt pedig azt mondom, hogy ez a Európa térképére legyen lecsökkentve, tehát hogy csak Európa térképére kerüljenek fel, és ebből egy 500 pixeles képet készítsen nekem, de hogyha mondjuk azt mondom, hogy szeretném, hogy ez nagyobb legyen, 800 pixeles, akkor már is elkezd dolgozni, és megnézi, hogy mi az, amit itt ő felismer, mint városnevet, és aztán a térképre tudja nekünk tenni. Ugye emögött már egy nagyon komoly neurális háló, mesterséges intelligencia fut, amelyik egészen gyorsan értelmezi nekünk ezeket a dolgokat, és oda pakolja. És egyébként ugyanígy lehetne, hogyha azt mondom, hogy keresse meg, és azt, ami folyó, azt tegye fel nekem. Na most itt van, egy nagyobb térképet kaptam meg belőle. 800 pixeleset. Mondhatnám azt is egyébként neki, hogyha akarnám, hogy rakjon rá, és próbálom, csak nem biztos, hogy jól emlékszem az utasításra. Nem. Hogy most vagy működni fog, vagy nem. De lehet, hogy nem. Nem, akkor nem a label utasítás az, valami más neve van, mindegy, tehát meg lehetne azt is adni, hogy mindegyik mellé írja ki a nevét, vagy azt is, hogyha fölé viszem az egeret, akkor írja ki a nevét, de hogy ez a amit tud. És megint igazából egy sornyi programot kellett írni hozzá. A következő, amit szeretnék mutatni, és nagyon remélem, hogy most már gyorsabban meg fogja nyitni a dolgokat, vagy nem futunk bele ilyen hibába. Ha már töri, akkor maradjunk a törinél. Nézzünk egy időszalagot. De ez egy nagyon
nagyon egyszerű dolog, amit itt mondtam. Azt mondtam neki, hogy timeline plot, az azt jelenti, hogy időszalagon ábrázolja, és két időtávot legyen olyan kedves ábrázolni nekem. Az egyik az a második világháború kezdeti dátum és végdátum, ugye ez van itt, mikor kezdődött, mikor ért véget. A második az pedig Albert Einsteinnek a születési dátuma és halálozási dátuma, és azt pedig itt láthatjuk. És hát persze egyfelől egy csomó adatot ebben nem fogunk megtalálni, mondjuk nem tudom, a Rákóczi szabadságharc azt lehet, hogy nem fogja értelmezni azonnal, de hát akkor akár megadhatjuk neki a dátumokat egyenként, de legalábbis ilyen világ történelemnél ezek elég jó pofán meg jól jöhetnek. Aztán egy picit elfutunk most a magyaros irányba. Itt két dologgal készültem. Az egyik az azt gondolom, hogy egy ilyen kedves jópofa dolog. Itt van. Ahol a feladat az az, hogy találjuk meg a magyar nyelvben levő úgynevezett palindromokat. Tehát, és mit csináltam? Tehát azt mondtam, hogy... Hol is van? Igen. Tehát először is lesz egy lista, amelyik lista a magyar nyelv szavai. Ugye nagyon-nagyon sok nyelvből alapból be van építve egy nagy szótár a Wolframba, a magyar nyelv szavai, de azokat válogassa össze nekem közüle, amelyek háromnál nagyobbak, három betűnél nagyobbak, tehát legalább három betű szavak kellenek, és itt van ez a lista, amit elkészített, hát ilyen 228 ezer szót tartalmaz mindenfélével, és utána csináljon nekem egy olyan listát, amiben a listából csak azok vannak benne, amiknél megegyezik maga a szó visszafelé a szóval. Tehát úgynevezett palindrom. És ezeket rakja nekem nagyság szerinti sorrendbe, és akkor itt vannak ezek, amiket ismer, biztos van még több is, mert a szótár az nem tökéletes, de azért elég jó pofák, hogy a taglaltat, az például palindrom, vagy a letétel, ez nekem ugye alapból nem jutott eszembe, vagy még inkább az icipici. Tehát, hogy már is lehetett egy ilyet csinálni, hogy a palindrom szavakat válogassuk össze a magyar nyelvből. És akkor mutatnám a következő szintén a magyar nyelvhez kapcsolódó ilyen rövid kis programocskát. Amelyik meg itt van. Tehát ez a HTTP Mac OSK, ez az ember tragédiája. Először megnéztem, hogy ez mint HTML file, ez milyen részeket tartalmaz, és van data, hiperlinkek, képlinkek, stb. De van egy ilyen is, hogy plain text, egyszerűen csak a szöveg, ami benne van. Jó, azt tessék szíves lenni nekem betölteni, és a szavait rakja egymás után, és súgy, itt vannak a szavak egymás után. Utána azt mondtam, hogy jó, nézze meg, hogy melyik szó az hányszor szerepel ezekben.
És akkor itt van, hogy az A az 1052-ször, az Ádám az 334-szer, és így tovább. Utána azt mondtam neki, hogy csinálok egy olyan listát, aminek ez a neve, hogy szereplők. És ez Ádám, Éva, Lucifer és Úr a szereplők benne. És azt a szavak, az pedig a szavaknak a száma, amik itt szerepelnek. És utána azt mondom neki, hogy csináljon nekem egy olyan táblázatot, aminek az első eleme az a szereplőknek az n-edik eleme, a második eleme pedig, hát igazából az, hogy hányszor fordul elő az az adott szó, de ezt úgy számolom ki, hogy a előfordulási gyakoriságát azt megszorzom a szavak számával. Ez ugye ez a word frequency az előfordulási gyakoriság, és ezt megszorzom a szavak számával. És ezt négyre csinálja nekem végig, hiszen a szereplők az négy elemet tartalmazott, Ádámot, Évát, Lucifert és az Urat. És így lett egy olyan táblázatom, ahol itt szépen párokban vannak, hogy Ádám 334-szer, Éva 139-szer, Lucifer 223-szor, az Úr 16-szor szerepel. És utána most azt mondom neki, hogy csináljon nekem egy szófelhőt, ebből, amelyikben tehát tulajdonképpen a előfordulási gyakoriság kapcsán az Ádám, Lucifer, Éva, Úr szavakról, és akkor itt van rögtön egy Madách Imre ember tragédiája szófelhő, ahol lehet látni, hogy Ádám mennyire alá, vagy Éva mennyire alárendelt szereplő a Ádámhoz és Luciferhez képest, az Úr meg aztán meg még inkább alig van jelen ebben az egész bizniszben. Tehát, hogy ilyeneket is könnyedén és egy-egy pillanat alatt meg lehet csinálni, és most teszek egy következő és elkeseredett kísérletet még erre az Európa zászlói betöltésére, hát ha megy, ha nem, akkor feladjuk. Kicsit várunk, aztán ha bejön, bejön, ha nem, akkor úgy kell neki, ő tehet róla. De azt remélem, hogy sikerült valamennyire prezentálni, hogy maga a Wolfram nyelv az viszonylag könnyen használható, és borzasztóan sokféle tantárgyban, meg tanulási helyzetben lehet használni. Valamiért ezt most soha nem fogja nekünk megnyitni. Viszont amit még érdemes megnézni, itt találhatóak minták, amiket az ember tud használni. Hogyha erre megyünk rá, vannak ilyen egyszerűek, a színek, meg hogyan szerezzünk képeket, től elmegy egészen bonyolult véletlenszerű ABC-k, meg melyik pontnak mi felel meg a Holdon, és így tovább, és így tovább, és mindegyikből nagyon sokat lehet találni, és akkor le lehet tölteni, és meg lehet nézni, és lehet használni, meg tanulni is belőle, de magán a Wolfram oldalán aztán még nagyon-nagyon sok van, és vannak olyanok, amik kifejezetten célzottan a oktatást célozzák meg, és direkt arra valók, hogy tanításban hogyan, meg miként lehet használni őket. Én ennyit szerettem volna ilyen bevezetés a Wolfram nyelvbe ként bemutatni, és ha most, ha vannak kérdések, vagy közben voltak kérdések, akkor azokra nagyon nagy örömmel, meg szívesen válaszolok.